idén jó termésre számíthatnak a dinnyetermelő gazdák. Békés megyében már beindult a szezon, a Szüredbe a szabolcsi gazdák kapcsolódnak be legkésőbb. A szabad gyökerű dinnyék már 2-3 kg körüliek a nyírségi földeken, a tökre oltott növények viszont még a virágzás előtt állnak. Ez a dinnye még egy olyan egy hét múlva indul be, és akkor azt lehet már mondani, hogy fog is dübörögni, már ilyen csúcs szezon lesz egy július 5-július 10-e környékén. Most jelenleg egy 60-80 forintos felvásárlási áron van már dinnye eladás, értékesítés, és elsősorban a szabad gyökerű dinnyékről, ami egy héttel, 10 nappal korábban érik, mint a tökre oltott dinnye. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kg dinnyét fogyaszt, bár a görög dinnye 90%-a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyagforrás. A hazai dinnyék főleg frissességükben jobbak az Európa déli részeiről ide szállított dinnyéknél. A vásárláskor érdemes néhány dolgot szem előtt tartani, hogy mézédes, roppanós húsú dinnye kerüljön az asztalra. Minél nagyobbak a dinnyék, általában nál finomabbak, meg nézni kell azért a hangját is. Hát ezt úgy tudjuk megállapítani, hogyha megfogunk például egy dinnyét, megüt az emberek, rezgős legyen. Most ezt így mesélhetném, hogy mitől kell úgy rezegni, ezt az embernek a tapasztalatából derül neki ezek a dolgok. A hazai dinnye közel 60%-át exportra termelik, a felvevő országok között van Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország és a balti államok is, ahová egészen októberig szállítanak a hazai dinnyéből.